A Nyíregyházi Egyetem a vizsgaidőszak végeztével sem hagyja feladatok, lehetőségek nélkül a hallgatóit. Az ECÖP ösztöndíj pályázatai a hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan hallgatók, valamint fiatal kutatók támogatásával, akik az adott felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. Nyíregyházi Egyetem a között a 30 intézmény között van, aki be tudott ebbe kerülni. A kiválóság tehetséggondozás lenne itt a jelszó. A teljes kutatói életpályát lefedve alap, osztatlan képzés, mesterképzéses hallgatók és fiatal kutatók 45 év alatti, aki PhD tudományos minősítésre készül, vagy kevesebb mint 5 éve szerezte meg a tudományos minősítését, azok pályázhatnak. Jelenleg ez ugye két szemeszter, 2024. szeptemberétől 2025. július 30-ig terjed ez az időszak. 5-10 hónapos ösztöndíjat lehet szerezni, 125 ezer-től 250 ezer forint per hó. Tehát ez elég jelentős, különösen a térségi viszonyokra, a sajátos szociális helyzetre. Ez egy kicsit a odaadását a hallgatóknak, a kiváló hallgatóknak fokozni tudja, tehát ez egy komoly anyagi támogatás. Az alapképzés esetében Szabó György elmondása szerint az önálló tudományos munka elkezdésével a tehetséggondozás lenne a cél. A fiatal kutatókkal szemben pedig tudományos publikáció az elvárás. Itt most fejest ugrottunk, annyi szerencséje van a Nyíregyházi Egyetemnek, hogy a belső tehetséggondozás, akár a szakkollégiumi rendszer, a tudományos diákköri hálózatunk nagyon aktív, tehát így a már előző időszakban bizonyított hallgatókat el tudjuk érni, tehát a pályázati felhívás megjelenése előtt a tények ismertek voltak, csak a hivatalos dokumentum és a teljes szabályzatrendszer még nem került jóváhagyásra, de a hallgatók lelkileg készülhettek. A pályázat megnyerésétől függetlenül itt ugye arról van szó, hogy valamilyen szenvedélye van A, B, C hallgatónak, és egyébként is végez ilyen jellegű tudományos kutatási tevékenységet, ez egy plusz lehetőség. Az ösztöndíj program a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alaptámogatásával valósul meg. A pályázatok elektronikus úton történő benyújtási határideje az ECÖP portálon 2024. július 31.